Talján Dörögdön vagyunk, a Limuzin és Blonde Kitten Nemzeti Bajnokságon. Nagyon szép állatokat sorakoztattak fel. A húsmarha ágazat Magyarországon egy felfutó ágazat. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben kifejezetten szép teljesítményt tudtunk produkálni, és noha a teljesítménynek egy jelentős része exportra jut, mégis van lehetőségünk Magyarországon is jó minőségű marhahúst vásárolni. Az idei évben ugye a Farmer Expo megkaptuk a tenyésztési nagydíjat, a tenyésztési szervezeti nagydíjat pontosabban, amire azért vagyunk büszkék, hiszen ez azt mutatja, hogy az a tenyésztői munka, amit egyesületünk csinál, az célra vezető, az hatékony és a tenyésztők érdekeit szolgálja. A Dörögdi Mező Kft., aki egyébként a házigazdánk a mai nap alkalmával, egy komoly teljesítményvizsgáló állomást is átadott a saját cégén belül, ami nem csak a saját vállalkozásának, hanem az ágazat minden szereplőjének egy lehetőséget biztosít arra, hogy az Európai Unión belül szinte egyedüli, magas színvonalú teljesítményértékeléssel tudjon visszacsatolni a gazdálkodóknak, hogy az a tenyésztési tevékenység, amit végeznek, az mennyire hasznos. Európában két ilyen teljesítményvizsgáló működik. Fantasztikus, hiszen itt egyszerre mintegy 64 állaton tudunk teljes nyomon követhetőséget végvinni, ami azt jelenti, hogy amikor bekerül ide az állat, a takarmány felvételtől kezdve a napi tömeggyarapanást, ennek óriási jelentősége van, hiszen ezek az adatok nem csak Magyarországra, hanem egy nagy felhőbe mennek Kanadába. Jelenleg 250 ezer állat van a világon, aminél az összehasonlításokat meg tudjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen teljesítményvizsgáló állomás alapján akár 10-15%-os költségcsökkentés, költségoptimalizálást is el tudunk kérni. Nagyon fontos, hogy ezek az állatok, amik ide kerülnek, nem csak a Dörögdi szövetkezet számára fontosak, hanem ahogy említettem, ide bárki szolgáltatás szintjén behozhatja a húsmarháját. Sok sikert kívánok nekik, és azt, hogy minél több gazdálkodó, minél több húsmarha tenyésztő tudja kipróbálni ezt a rendszert.